Mégnél törtél egyet. Nem a súlyod véget. Az gyönyörű. Ez már a negyedik volt, vagy az ötödik. Figyelj, én már négy. Az komoly. Ez az, amit nem lehet elrontani, a felszedést. Hát, elszedni el tudom. Hát jó, mert elég sok kár lehet arra menteni, csak végig kell futolni egy szépen. Jó, de hát akkor is milyen kár ez. Némelyik pikpak feljön, hallod. Az meg nem tudom, azt meg kell menni padlókonnak, mert ezt nem lehet fölösszünk meg. Szerintem a... Csak oda jönteni padlókont, ahol szükséges, bazd meg, ahol lyuk van. Ja. Most azt, hogy azért el lehet csalni, de most figyelj, nem lehet vízbe, az már kukat. Ez vágni jó. Látod, már ez kigurod oda. Na gondolod, ezt a ragasztót elkezdően a kapargatni, bazd meg. Igen. A farok alatt mikor raktál? Régen? Az csütörtökön. Nem is lejönne valami. Ez három napos ez a járólap lerakás. Harmadik napja. Szerinted? Nem mondok. A festés semmi gazd. Rá lett a felfestésre. Rá. Ez gyönyörű. Hát ott festék kell egyik tény vissza. Ez sose volt burkol ez a csávon. Az komoly. Hogy szóval festékre fölrakni ízét? Ezt le kellett volna, meg kellett volna kaparni kicsit. Bepikkelyezni gazd meg. Szerintem így már jó lesz. Így már költözhető a konyha, hogy három sor hiányzik. Aha. Ez a nézd meg! Látod, telibe lepik, ahol van alatt a ragasztó. Látod, ez hozzá se kötött a falhoz. Hozzá se kötött a falhoz, igen. Igen. Látszik a festék. Nem, nagyon sűrű ragasztóval rakta van. Még a végén még nem is ő lesz ember. Itt a fugázás a lényeg. Azt a
fal, hallod? Burkoló után nem is kell sokat dolgozni. Újra le kell szedni a csempét, meg felszedni a járólapot. Jó a burkoló. Tudom ajánlani, de a nevét nem mondom meg. Nem tudom, szerintem így én is megcsináltam volna. Ez már kuka. Ez már kuka, igen. A világos színűben annyi van, hogy oda az végre rakni. Hát akkor világos színűben lesz körbe. A körbe nem tud rakni, nem tud elrakni körbe. Nincs így csak. Könnyen lejött, szívem? Semmel. Aha, jó van. Nem jön le mi? Csempőre nem. Hogy ráragadt. Figyelj, ennek azt hiszem 6000 forint volt négyzetméterre. 6000 forint volt négyzetméterre. Három napja lett feltéve. 5400 valamennyi volt ez a méter. 6000 forint négyzetméterre. Köszönjük, hogy adtál! Azt mondja, hogy... Köszönjük! 1, 2, 3, 4... Majdnem 5 négyzetméter, szorozva 6000-re. Meg a csemperagasztó. Meg hogy lejöttem x kilométert szorozva üzemanyagárba, meg hogy kérdemeljétek, keresettem volna mondjuk 3000 forintot óránként. Hát nekem ez nem volt biznisz. Szerintem nem baj, ha eltöröd. Pótolni mindig alul kell, nem felül, illetve középen. Ez az a